Sziasztok! Majd a hangerőt megnézzük, hogy mennyire kell majd állítani. Már szerintem kelleni fog. Elvisszük 60-ra. Elég is lesz. Térjük vissza játékba. Ezzel se volt, most volt, hogy játszottam. Már is vagyok szokva az irányításától. When Leah told us the dead were pouring out, they did. I volunteered. Perhaps. That's you... From the I've dug I worked my hands to the bone to bring you these fine goods. A gold az bőven van megoldva. Burn those corpses before they rise again. Well, this is a dismal sight. You're
defy all reason. Ez annyira nem múli. Valami jobb kell. Szevasz, panda! Ezt lecserélem, mert ez nagyon gagyi. Nem sebez sokat. Valami... erősebb. Nézzük ezt. Sebzés, de legalább stunolja az enemit. Annyival előrébb vagyok. Elkábítja őket. Próbálunk egy másikat. Megnézzük ezt, hogy ez mennyivel lesz hatékonyabb. Ez
I had heard the rumors, but I thought them just fancies of bored women. Until I saw them dragging people through the streets today. Our own citizens. Has the world gone mad? Old Tristram. Diablo himself once walked this place. This village surrendered to evil. Pay the price. Always wanted to fight some of these. Praise the powers that be. Griswold bless his dear heart. Risked everything to bring that dear boy home from the cathedral. Though he is troubled and moody now, I am certain it will pass, and he will once again be the sweet wort we all love. Megyünk ide. Treated in your land. They appear before a magistrate and then thrown in prison. Need more time. The order, they are just executed. Vártuk az annyira. Egyelőre ez marad. Közel a harcra. Fejlődést.
vagyok. Tristanába kell menni. I have some. You've got to promise me you'll take good care of whatever I sell you. Leah spent all night alongside the blacksmith's wife, tending the wounded. What? She was out defending the gates this morning. Hello, Sanyi. Nem tudunk egy kis tuningot most neki. Rátettük itt a zászlót a hátunkra. Egy kis űrhajó. Did you hear? Old Rumford has us down to half rations. How are we supposed to fight if we're starving? The rest of the town is down to Starcraft. Including my wife. But you can Starcraft-os űrhajót megkaptuk Petnek, ez nagyon komoly. Fejleszteni. Már így is tudunk egy fejlesztést csinálni szerintem. Védelmesre osztott, hát bár szakboltokban. Akár egy számítógépes boltban, vagy elektromos szaküzletben, vagy egy elektromos áruházban, vagy nagyobb áruházakban is. De minél, vagy akár webes áruházakon keresztül. Web áruházakból is lehet. Your grandfather was King Leoric's chap. Not much when the skin. I studied. Erősebb. Felszerelés legyen. Békeltük. Most javítanom nem kell sem.
igazából, nem kell nekem semmi, csak egy kicsit tuningoltam rajta. Jó van. Ezt is. I've got some brand new goods you might be interested in. Majd holnap lesz egyébként árk. Tervezek, ha gondoljátok, majd gyertek. You think you're some type of hero? Here to save us. It is strong. It is sharp. Boldog most erre nem költök. Sorry, the ferry to Wortham isn't running. Don't tell anyone, but I've got some new items you really should see. Délután. Délután valamikor. Tervezem az árkot. Ha 59-es szintet azt megcsinálom, meg még lehet a 60-ast is. Rég játszottam már vele egy kicsit feleben így. És van 59-es szint. Hát ez a Diablo 3. Ezzel régen nagyon sokat játszottam. Csak akkor nem live-oztam. Mikor live-oztam, akkor abból csak egy adás készült. Egy órás. Ilyen szerepjáték. Még régen ilyenek voltak, ugye nem volt multi meg multi szerepjáték annyira, csak ilyen kooperációs. Vagy sokkal kevesebb volt a multi szerepjáték. Single playerbe a Diablo volt a legjobb. Legjobb szerepjáték. Diablo 1-et az nagyon jó volt, mikor bejött. Utána a Diablo 2 is, Diablo 3 is. Csak amikor ugye Diablo 3 bejött, rengeteg vetétársa volt. Tehát Diablo 1-nél, 2-nél, Diablo 1-nek, 2-nek a maga idejében nem volt vetétársa.
annyira jók voltak, élvezhetőek. Három is az egyébként, csak már ugye annyi vetétársa van igazából, hogy már annyira már nem veszi fel a versenyt. De az 1-2 az nagyon durván. Abban az időben azok nagyon vesztek voltak. Akkor annyira menő volt, mint most egy GTA 5 vagy egy PUBG. Sőt, még lehet annál is menőbbek. Ugye a StarCraft Diablo maga idejében nagyon, nagyon nagy game volt. De még most is sokan játszanak egyébként vele. Dare attack me? Minban. Ezt nem cseréljük. Hullosak. Szóval itt nézzünk egy fejlesztést. Már tudok. Elértem végre. Ezt is megnézzük, ezt most mit tud. És ebbe is hullos. Jó. És megnézzük az új képességeket. Persze, megkapod, mondtam múltkor. Nézzük az újakat, mit tudnak. Kicsit erősödött a sugár. Nézzük a teleportot, mit tud. Extra. Nézzük az alapképességet. Ja, hogy ez így magam előtt szikráztatok rendesen. Az komoly. Nyom egy kis szikrát. Mindegy, akkor itt megadom itt. Jó. Modi vagy te is, hozzáadtalak. Üdv a modik között. Remélhetőleg majd nem kell elvenni. Több kell jönni, mert a mágusoknak nincs olyan sok HP-juk, hogy ezek távolsági harcosok. Na, vigyázni kellene, hogy meghaljon. These enemies defy all reason!
ilyen fő mágus alakzata. Csak azt ritkán tudom használni. Ki kell várnom az időt, mindig a megfelelő időt, hogy át tudjak alakulni. Kisebb elemiknél nem szabad elhasználni. Akkor veszélybe sodorhatom. Tetszik az új képessége. Elég erős. See that coming, did you? Heydrich's apprentice is dead. I should tell him. Társuk itt van mellettem. Na jó, tetted. Mondtam Dominiknak is, hogy mondta, hogy megy buszkálni, nem lesz, mondtam neki, jó teszi. Használja ki a jó időt buszkálásra. Érzi, hogy buszkálnia kell. Ahhoz van kedve. Ugye az csak jó időben lehet kint a medencébe. Hidegben nem. Hideg belsőben nem olyan buli. If only they could see me now. Hajomra mindig azt hiszem, hogy egy ellenség, de ugye most raktam be, hogy szokatlan. Mindig azt hiszem, hogy egy enemy. Did you have many friends at the Order? We are brothers. It is a stronger bond than mere friendship. I'll take that as a no. Milyen vaddisznó.
a Ark van. Nem több cuccot ad. A disznókra vigyázzatok, mert azok felhasítják a bőrötöket, karotokat, lábatokat, azt elvéreztek. A disznók azok nagyon veszélyesek az agyaruk miatt. Ha nem egy embert ölt már meg egy vaddisznó. Vadászokat is öltek már meg vaddisznók. Mert ugye a vaddisznók veszélyesek. Nem. Keltettetek ki tojásból, vagy hoztatok el valahonnan? Még mi hoztatok? Tudom, azt mondta Áron, hogy már sok tojás van. Csak kell majd az anyatelje ezek szerint sajnos ezen a szerveren. De milyenek ő? Tűz, sárkány, jég, villám. Milyen a... Hiszem, hogy oda kell mennem, de... Elmegyünk arra. This will be rough. De, pont jó fele jött. Mert ez ugye már nem az alapfokozat, de hát már mikor volt én, amikor ezzel játszottam. Ja igen, most Masterbe játszok. Ugye itt úgy vannak a fokozatok, hogy... Alapból normál vagy hard, és ugye a hardot végig viszed, akkor jöhet a következő fokozat, ami master. Utána meg jöhet a következő, és egyre nehezebb a játék.
És én most a masternő járok. Master szintnél. Csináltatok befogult az? Azok jó. Na megnézzük, hogy újság van ide. Szépen sebeznek sima zombik is. Elértem a 60-as szintet. Still waiting. Egy. Crash innen. I'm injured. I must wait longer. I like to think the world is safer now. Már nem gyenge ellenfelek voltak. Paragon levelsz. Jóval erősebb. Cserélem is. Intelligenciát is ad. Vitalit is, plusz 300-t. Jóbb lesz. De ez még jobb. Ebbe kell nincs plusz intelligencia. Előre marad az. Fear not. We needn't pay our respects to the dead. Traitors and demon worshippers all of them. Ez így jó. Ezt mit tudok mellette használni? Könyvet is. Jobb lett a statom. Intelligencia 2911. Wow. Új alakzatom van. Hydra, Lizard. Nézzük, ez mit tud. Itt alapból a dolgokat. Oké.
no. Tehát akkor... nézzük meg ezt a meteor záport. Messziről széttörem őket fel. Kérdés, mennyit csap ez a zene, mivel mindjárt meglátjuk. Akkor ez marad. Ugye ez a túlos, mert teleport. Hidra is mondjuk fullas. Megnézzük ezt. Még erre is egy szintet. De ez is fullos lett. Nagyon eszi a manát, és úgy érzem, hogy annyit azért nem sebez. Tehát nekem jobb lesz egy hidra. Többet sebez. Passzívból van egy UV. Need more time. Most el kell menni. Ez jó, akkor most már nektek is van boldog. Az azért jó, ugye, mert kijelöli a legnagyobb szintűeket. Megtalálni. Ugye be lehet állítani, hogy mit keressen, mit jelöljön. Amellett világít is. Tehát hát most lehet, jó. Előfordul. Előfordul, nincs abban semmi baj. The wrong crypt. The crown isn't here. Then we shall carry on. Igen, a viharon akkor elszoktál. Ezt tudom. Ez
Your defenses are nothing. Jó. Annyit kell tudni erről ugye, amit mondtam, tehát hogy azért ő az se 100%-os tehát. De 100%-os védelem. Tehát most ha közvetlenül csap be valamibe a villám, annak úgyis annyi. Mondjuk kivéve, hogyha annyira hú de hát brutál túlfeszültségvédelemmel rendelkező eszközveze, de az nem olcsó. Annyi, hogy ezek ugye nagyobb biztonságot adnak, tehát jó eséllyel levédi. Jó eséllyel levédi. Ez ugye azok erre vannak kitalálva. De azért óvatosnak kell lenni. Már olyan szinten kell óvatosnak lenni, hogy intelligencia. Vitality, movement speed, maximum arcane power. Tegyünk energiára, hogy sose fogjon el. Tehát ugye a túlfeszültségvédelem az arra szolgál, hogy ilyen villámok ellen, viharok ellen, meg ő áll. Az ingadozó hálózati feszültségek ellen véd. De ugye sajnos nincs 100%-os védelem. Ugyanúgy, ahogy másban sincs, így ebben sincs. Közvetlenül belecsap a villám, azért az például most ha belecsapna közvetlenül a kitennéd a gépedet a villám belecsapna közvetlenül, akkor annak annyi lenne. Viszont akkor körbe teszed villámvédelemmel. Ugye akkor az be fogja vonzani a villámot, tehát nem a gépedbe fog becsapódni, hanem a villámhárítóba. Tehát ezzel is védve van. De ugye mivel házba vagy, elvileg azon van villámhárító, ha nincs, akkor ugye becsap a házba, végig megy a vezetékeken, és hogyha van rajta ugye ez a túlfeszültségvédelem, ez a elosztó, meg külön akár külön túlfeszültségvédelmi táp, akkor az nagy valószínűséggel időben le fog oldani a biztosítószál, tehát el fog égni, és nem fog tovább menni. Nem engedi a feszültséget, ugye. Túl nagy áram létrejöjjön. Tehát, hogy túl feszültséget nem engedi át a gépre már. De elvileg levi. De gyakorlatilag meg nem lehet 100%-osra mondani. De most máshol is ezzel dolgoznak. Rengeteg helyen használják ezt, ugye? Túlfeszültségvédelmet. Most annyira részletesen nem akarok belemenni, mert ez egy hosszú téma.
És most ez nem arról szól ez a live. De... Ritka, amikor... Azt hallom, hogy... Sőt, általában a vihar van valahol, nem nagyon szoktak áramtalanítani, ugye lekapcsolni semmit, hanem használnak kellő villámvédelmet, villámhárítók vagy túlfeszültségvédők, hogy ne történjen semmi baja. Mert ugye nektek is csak számítógép van a hálózatba. All this pomp and grandeur for what? A sinful monarch who laid waste to his kingdom. Ha már most érted, hát most nektek is csak gépetek van, hanem van tévétek, hűtőtök, minden. Mindent védeni kell igazából. És eleve már a magát építenek egy házat, abban van egy ugye elektromos kapcsolószekrény, és abban is már vannak védelmek ahhoz, hogy ne legyen a házban lévő elektronikának a villámbecsap, vagy bármi egyéb történik baja. Tehát eleve már védve kéne lennie a házatoknak valamilyen szinten villám ellen, hát úgy építik ki a házokat. Azért vannak ugye, jön az EON-os, nézi a villanyóra állását. És amikor nézi a villanyórállását, ugye az egy kapcsolós szekrény, és ott vannak a házvédelmi rendszerei, ugye relé, olvadóbiztosíték, vagy még benne van beleépítve, meg még hogy van tervezve, de a nagy része az ugye relés. Ott is már van védelem, de külön lehet a minden egyes elektronikai eszközt levédeni. Ugye lehet külön túlfeszültségvédelmi tápokat használni, lehet ugye vannak ezek az elosztó, abban is ugye vannak ezek az óvadószállás biztosító. Tehát nagyon sok eszköz van erre már kitalálva, hogy ne legyen baja házban lévő elektronikának. Meg már egyébként tesznek magába az eszközökbe is, az elektromos eszközökbe is. Csak hát kérdés, hogy mindent kell utána javítatni, vagy pedig annyira jó felszerelés van benne, hogy túléli. Van már nála. Hát igen. Jó kis sisak. Itt a, de az elektronikát is? A villanyszerelést is ti csináltátok? A villanyszerelést azt ugye van a kapcsolószekrény, ugye ez a villamos kapcsolószekrény, ugye azt az EON ellenőrzi, és hogyha jó, akkor kötik be a villanyórát. Tehát elvileg ott a villamos hálózatnak jónak kell lennie a házban, hogy az EON jóvá hagyja és bekösse az villanyórájukat. Most igazából ez a ti döntéstek, hogy lekapcsoljátok-e vagy nem, de ha megfigyeled, rengeteg helyen vannak nagyon drága gépek, például az Zing PC-m is nagyon drága, ezért vettem túlfeszültségvédelmet, meg egyébként is van a háznak villámvédelme,
de igazából ha közvetlenül csap bele a villám valamibe, akkor az nem egyszerű téma. Nem biztos, hogy jó tesz neki. Még a védelem ellenére se. Not ready yet. Csak hát ugye, hogyha jó felszerelést veszel, akkor nagy valószínűséggel nem lesz baja. Azért kell olyat venni, ami szabványosított. Tehát nem ilyen kopi vagy ilyen replika vagy hamisítvány, hanem eredeti és szabványosított termék. Tehát azt már mérnökök jóvá hagyták, hogy az megfelel a szabványnak, különböző szabványtípusok vannak, minden élelmiszeriparban, villamosságiparban, minden ipari termékre külön szabványok vannak, ugye ezek az ISO meg egyéb szabványok, és azok, hogyha már szabványjelölés van rajta, akkor ott már úgymond azokat érdemes csak megvenni, azok jó. If only they could see me now. Jó, zuhanyozást. Milyen live-ot akarnál csinálni? Árkot vagy mit? This looks like fit for a chancellor. The crown must be here. The chancellor kept it safe for many years. A noble act. Ay 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 ay. Van boss fightless. Nem bírta sokáig. Mit adott? Adott egy kis pajzsot. Intelligencia, vitalitis. Cseréljük. Van is néz ki. Ezt meg odaadjuk neki. This will help. I do not understand how evil walks in the day. Should it not fear the light? Perhaps the sun is neutral. But the light is both a literal and figurative foe of evil. Lesz valami fight.
No, I will not allow you to bring that monster Leoric back to this world. Hello, hello. Majd szóljál itt, vagy Sanyika, mert kérdezni akarok. Egy zsák. Nem kell a portát, hogy visszamenjek New Tristramba. Ide. You found the crown. Ah. It's good to work again. There. New is the day it was placed upon the Black King's head. I need something more than makings. Erre jártál, Panda. Ja, de várjunk, ez... Aha. Ja, ez az ő belt, igen. Jó, ja, ez kell viszont, ez jó. Ja, cserélte vissza a lapból, érdekes, hogy egy... Szedettem. Neki nem tudok adni semmit. Ő csak javítani tud, nézzük, mennyire vagyok lesérülve. Á, nem nagyon. Na, Sanyika, az a kérdésem, mit akartál live-olni? I have the crown. The skeleton. Most el kell mennem. Katedrál Gardenbe. És most ide. Na, szavasz, de mit live-olsz? Ja, Fortnite. Ujjjj, szól a zene, itt lesz valami. Itt már lesz valami. Az ajtó. Szerintem valami megint van. Boss. Your defenses are nothing. Én nekem.
Hát teljes képernyő. Teljes képernyőbe jár, és akkor lehet látni. Teljes képernyőbe kell rakni. Aranyeső. Zsákutca. Nem erre kell menni. Kérre tovább. You seem worried. What trouble do you have, Bob? And my apologies. It pains me to see such a holy place desecrated. We will purify it together, friend. Várj már. Jó, majd a következőnél is szintfejlesztések most ilyenek, hogy nem képességfejlesztés van egyelőre, hanem külön tudom a dolgokat. Majd ugye itt fog bejönni a... Mert ugye most már mind fullosak, hanem majd itt jön be még a Blackpool. A következő szintén már Blackpoolom lesz. Arra kíváncsi leszek, viszont ez az energiás cicc az annyira nem. Ez jó. Hát jó, ez az energia armor is. Szevasson! Diablo 3-ról. Diablo 3-ról maradtál le, Dominik. Már daráltam egy kicsit. Már, várjál, 59, 60... Két szintet fejlődtem. Szint fejlődésről és jó sok harcról. Annak itt át kell alakulni szuper Saiyajin üzemmódba. Csillagharcos sát kellett alakulnom. Nem volt mese. Hallok valami lánccsörgést. Ja nem, nem. Hát majd lehet felnézek egyszer. Hogyha pont nem live-olok. A live-olok biztos nem fog. Kivéve esetleg a berédelek, de... Most nem vagyunk annyian, hogy bárkit is rédeljek. Szóval Zoli. Tudom én, hogyha már vagyunk élő live-ba vagy 20-30-an, akkor még akár rédelnegetni is lehet. Akkor már nagyobb értelme van. Padló alatt is csontváz van. Mik vannak? Szóval. Csak többször már ne hírd le, mert már lehírtad. Pár szó. Jó kis pajzsot adtam neki, akkor a majdnem mint
maga, hogy ezt a pajzsot adtam neki, mert tudok rá felszerelést adni. Blokkolnak? Állok én nektek olyan blokkot. Need more arcane power. Csillagharcos üzemmód. Life, armor, resistol, resistol természetesen. Jó kis képesség. Mindennek el, jobban ellenállok. És legalábbis így képességileg, varázslatilag. És egy mágusnál az fontos. Ugye, az aki felülről nekik egy kis ajándékot. Várjuk, akkor most elvileg el tudom érni a... Ilyen menekülésre jó, lelassítja az ellenfelet. Hát ezt is hagyom most itt, hogyha menekülni kell, akkor tudjunk elmenni. És elvileg a blowball be fog tölteni, fekete lyuk. Most lettem 61-es szintű. Na minden, remélem. Kicsit Diablo 3-azunk, régen volt már, aztán megnézem már mi újság. Mert ugye a frissítés bejött hozzá a Necromancer, már régebb óta. De nem játszottam vele már rég. Megnézzük. Megnézzük ezt a... Bekötőjük hat. Miért nem vagyok 60-ja, még nem vagyok 61-es. Hol? Ha nem, hát nem. Not ready yet. Still waiting. Veled mi újság, Zoli? Meló, ez erre? Vagytam valakit túlélőt. Arcane power elfogyott. Elfogyott az arcane power. Ugye átalakulok Supermágussá. Aztán utána afrontok. Ajaj. See me now. Stop.
szuper mágusomat senki se tudja legyőzni. Legalábbis nagyon nehezen. Nem adom könnyen. I don't have enough talking power. Erősebb tudsz érkezett ennek a harcosomnak. Are you ever afraid in battle? I am guided by prophecy. There's no reason to be afraid. Aha, we are both blessed then. My faith arms me against fear. Wow. Is kétkezes. Bedagadt. Na mit csináltál? Hát csináltál, hogy bedagadt. Talán belerúgtál valamiben. Legendary van, ezt nem adod, de... Egy portát. I am returning to town. Eladok pár dolgot, legyen helyem. Itt egy business ember. I've got some brand new goods you might be interested in. Betároljuk. Ja. Hát de olyan... Nem tudod, hogy... Mi baja van, akkor nem árt, hogyha... Akár megnézed a orvossal. Valami olyan baja legyen, ami esetleg lehetett, meg lehetett volna gyógyítani is késő. Mert semmitől nem jó be a láb. Valami kiváltotta. Katedrát kicsoljuk.
Contain your incantations. Tell us who's done ball. I am free. Now, back to my mission. Who are you? You will know. Tell me, what brought you to this infernal place? I have unfinished business with the Skeleton King. As do I. Why have you come here, brother? One of our number has forsaken his vows. He joined the demonic coven that infests this fallen cathedral. Damn that traitor! We will make him pay! Fermátus alakzat. Immunis. Immunis, amúgy csak. I wish I could do that. Közben immunissá vált, aztán nehezebb volt leszedni. Jaja, de pont ezért kell menni Zoli, mert ő mire behívnak 1000 év, de viszont ha nem mész, és olyan bajod van, akkor időpontot is 1 év múlva kapsz. Tehát minél hamarabb kell elmenni, hogy minél hamarabb kapjál időpontot. Lehet, hogy azt mondja, hogy nincsen semmi bajod, ami kívánok is, hogy ne legyen semmi bajod. De ha esetleg van valami, akkor időpont is nagyon sokká adnak időpontot. Tehát minél hamarabb kell menni, hogy kapjál. Ha meg nincs semmi bajod, legalább hamar megtudod, és akkor mit tudom én, kapsz rá kenőcsöt vagy valami. Ha gyógyszert kapsz rá, azt leszed, mert az általában ugye a gyógyszeripar fizet az orvosoknak, hogy telenyomják az embereket gyógyszerre. Szóval a gyógyszert azt nem érdemes szedni, csak tényleg, hogyha olyan bajod van. És utána olvasol, hogy tényleg hasznos, mert az a baj, hogy már az orvosok a gyógyszeripar kezébe vannak, legalábbis a házi orvosok nagy része. És csomó olyan gyógyszert kiírnak, meg kenőcsöt, meg krémet, ami tök felesleges. Csapdájuk volt. Tehát azért érdemes minél hamarabb elmenni, hogyha úgy érzed, hogy nem javul a helyzet. Nem szabad vele sokáig várni. Szevasz, Hedrock! Az a baj tényleg, hogy annyira soká kapsz időpontot, ha valami komolyabb bajod van, addig meg nyomnak tele mindenféle szarra, hogy eladják jó pénzért. The cultists dragged me past this glowing pit. What made it? That's what I'm here to find out. Úgy látom, most a kék osztag van itt. Csupa kékek. Down this way. There are my weapons. He's free. I am Cormac, warrior of the Templar Order. If it is the Skeleton King you seek, then you will have to fight your way past John Darth. John Darth. I suppose not. A strong spear at my side could prove helpful. Evil cowers at the sight of just one Templar. Two will bring it to its knees. Megkeresem John Dart, csak kérdés, hogy hol van. Hát nem itt szerintem. Bár lehet, mert még el lehet jönni erre is. Egy
ugye ez omlik a fal. Bár akkor meg mutatná a kör. Szerintem nem erre lesz, hanem külön el kell teleportálni valahova. De már kifüstölöm a helyiséget, hát ha... Nem is van itt. Erre van egy kap. That magic bars our way. But the will of a Templar is stronger. Lesz erre valami. John Dar. How could you succumb to this coven? The coven is my brotherhood now. The powers we serve will soon rule this world. Please forgive me. My vision was clouded by the coven's evil magic. Betrayal can never be forgiven. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King, but there is one condition. If we find that, then on. Checkpoint. Ezek a checkpointok, ezek ilyen mentési pontok. Keressen meg. Royal Kriptán. Kés lehetőtésen valamit majd megpróbálok állítani, hogy az ilyenkor legalább az ilyen live-oknál ne késsen ennyit. Lehetett volna nyírni a madarakat. Van egy fejlesztés közben ismét. Area damage. Life per hit. Vagy gold find. Több aranyat találjon. Na legyen area damage. Területi sebzés az mindig jó. Szintű vagyok, 24 fejlesztés. Szóval akkor mikor leszek 61-es? Most ugye most ilyen 20 fejlesztéseket ad. Lehet, hogy majd csak a következő szinten lehetek 61-es. Mert amúgy ezt a fekete lyukat erre kíváncsi lettem volna. Milyen sebzést bír. Milyen sebzéssel bír. If only they could see me now.
ez a könnyű része az eneminek. Nem túl erősek. Ja, várjunk, ez erősebb. 207 intelligencia. Damage-be is többet, a toughness-be is. Intelligencia is több, vitality is. Cseréljük. Valpant. És szebben néz ki a varázsló most már. Kár, hogy nem lehet zoomolni a játékban. Viszont magát a karaktert azt majd meg tudom mutatni, hogyha kilépek, ugye. Már ott külön nagyba mutatja. És ott nagyobban lehet látni, hogy hogy néz ki. You dare attack me? Rendet rakunk a polcokon, a szobában is. Robbantgatni kell. Egy robbantás volt. Need more time. Not ready yet. Teleportot. Kér, már jártam. Most ugyanoda megyek vissza. Your grave awaits. Igazából nem, már most túl nagy a konkurenciája egy ilyen játéknak. Egy ilyen játéknak már túl nagy a konkurenciája. De nem azt mondom, hogy tudsz vele játszani, mint régen a Diablo 1-el, 2-vel napi szinten 8-10 órát is akár. De azért el lehet vele szórakozni néha napján. Nekem ez kis nosztalgia. Nekem ez kis nosztalgia ez a játék. I'm so good, I astound myself. Egyébként a
Egyben már nem emlékszem, még karaktert játszottam ki, de a kettőben druida voltam. Nekem az nagyon tetszett a druida. Aztán ki is vittem a Diablo 2-t, a 3-ból meg a mágust kezdtem el. Ugye látod, nekem már nem pár órán van benne, mert már 60-as szintű vagyok, meg plusz még a fejlesztések. Már azért vittem bele pár órát, de... akkor, mikor még ezt megvettem, akkor még azért többet játszottam vele, nem volt ennyi konkurenciája, mint most. Már most azért nagyon sok konkurenciája van. Fel tudok menni, arra nem tudtam felmenni. Zárt terület. De most ez zsák utca. Still waiting. És visszajöttem. Nem erre kell menni. Elmegyünk erre. Megyünk erre. Tele vagyok. Nem vagyok tele. Nem vette fel. Metin 2-t, aha. Várjál. Akkor nem tudom, laggol a live, miért laggol. Elvileg nem kéne neki. Nem tölt semmi frissítést. Háttérben sem egy semmi. Mindjárt állítok rajta. Lentebb veszem a bitrátát még. Lehet, hogy sokan live-olnak, aztán le van terhelve a YouTube. Leveszem kicsit a bit sebességet. Hát, ha most jobb lesz. Vagy frissíts rá. Megnézem nekem is. Frissítek én
is egyet, mert nekem is kicsit furcsa. Live. Jó. F5-tel most. Talán visszaállt normálba. Esetleg mégis lakulna még majd szóljál. My power grows. Paragon level. Intelligencia. Movement speed. Tegyük intelligenciára, még több sebzés legyen. Diablo 3-nak most miért pont lagol? Miért kell annak lagolnia? Lehet, hogy nyomtam valami billentyű kombinációt közben, mert ugye nem ehhez vagyok szokva, hogy 1-es, 2-est kell nyomni, hanem UV-je, minden hülyességet, hogy... Hát tudom. Ha nyomogatni, nyomjam még egy F5-öt, vagy nem tudom. Nekem is egyébként, de most állítottam vicc sebességen is. De egyébként más többi live nem is lag volt, tehát nem tudom, hogy a Diablo 3-mal mi van, hogy... És neki kezdett. Hát, ha stabilizálódik. If only they could see me now. Nem, mondjuk én azt sem hiszem, hogy... Nem vágom, hogy mi lehet. Lehet ez a nagy hőség... modemet leterheli. De hát akkor mondjuk netem se lenne, tehát internet probléma se lehet. Gépem sem melegszik, a hűtés az jó benne. Meg akkor ugye nekem is lagolna a játék. Megint csak a YouTube-bal lesz probléma, a szokásos YouTube-os dolgok. Valószínű le van terhelve a YouTube. És nem úgy közvetíti, ahogy kellene. De ha nagyon vacakol, akkor inkább lelövöm a live-ot, hogy ne legyen lagos. Majd legközelebb folytatom, aha, nekem is, most én nézem vissza, és nekem is töltögeti. Stronger than we ever imagined. Some greater purpose lies behind these trials, but I do not yet know it. It is destiny. Jó, viszont nagyon... Let us keep moving. Még mindig lagol nektek is. Döntsétek el, hogyha
akkor inkább lelövöm a live-ot, ha nagyon laggó. Az a baj, nem is adja vissza a képminőséget se legalábbis. És olyan furcsa nekem, hogy visszanézem. Lehet, hogy csak nyomulunk kéne egy F5-öt. Mással nem volt ilyen problémám. Nyomok egy F5-öt. Más játékkal mostanában nem volt. Ugye az árkkal volt, de lentebb vettem a bitsebességet. És akkor... így elvileg most már nem voltak. Nem is jelzett vissza senki, meg én se láttam ő a live-ba olyanokat, hogy lagolt volna bár pillanatra is a live. Most nekem is feltűnt, hogy kicsit lagolt. De egyébként úgyis lassan indulnom kell. Your grave awaits. Szóval mindegy, egyébként már úgyis lassan indulnom kell, és akkor vége lesz a live-nak, így is úgyis. És akkor majd este lehet, hogy még jövök vissza valamivel. Nagyon későn. Már így 11 éjfél fele, vagy hajnal egy fele. De az is lehet, hogy nem. De holnap minden esetre Ark Live lesz. Az már biztos. Szóval most megint nem stimmel valami. Folytatjuk erre az irányt. Akkor jó, ha jó. Annak örülök. Szóval holnap Ark lesz. Egy hosszabb Ark Live-ot tervezek. Meglátjuk, mikorra érek haza. Ha hamarra haza tudok érni, akkor hosszabb lesz, ha nem olyan hamar, akkor rövidebb. De egy olyan 2-3 órás biztos lesz. Defenses are nothing. Mennyi csont vált? Most csont vált. Még ezt a szintet megcsinálom. Mindenféleképp meg akarom. Jó nagy terület. Elég bejárni. Didn't see that coming, did you? No.
Üdvös mit, Zsabi. Merre jártál? Erre sincs semmi. Megyünk tovább. Adunk boldot. Ja, a hajó most felveszi, az jó. Felveszi a cuccokat. Nagy mozgás. Thank you for helping me fight the darkness. To contend with evil is the essence of what it means to be a Templar. There is so much more in this universe. Skeleton King. Most lesz egy boss fight. Vissza tudok menni. Kaput kinyitni. Körbenézünk előtte. Az egy Starcraftos hajó. Ez egy Starcraftos hajó. Azt kaptam a wardrobe-omba. Ott van az a zászló is, a Diablo 3 a zászló. Fel tudtam tenni a karakteremre, meg volt egy ilyen pet. Pet, tehát házi állat, kedvenc, kis kedvenc, csak hát ugye ez nem házi állat, hanem mert ugye nem csak azt jelenti, hogy kis házi állat a pet, hanem jelenthet kis kedvencet, és most a kis kedvencem egy Starcraftos űrhajó. Ezt nem tudom, hogy azért kaptam meg, mert ugye nekem megvan a Blizzardtól a Starcraft 2 is, meg a legújabb kiegészítője is, hogy azért kaptam, vagy csak úgy szimplán kaptam, de szerintem összefüggésben van azzal, hogy más játékok is megvannak Blizzard fiókon belül, és azért kaptam. Legalábbis úgy gyanítom. Szerintem azért kaptam, nem hiszem, hogy mindenki kap ilyet. Bárki tudja. Lehet, hogy másnak is. Lehet, hogy egy ilyen elérhető dolog. De jó, mert összeszedi az aranyat, meg ilyenek. Legalábbis úgy tűnik. Itt hagyom, és látod, felszedi. Nem kell felszednem külön. Tehát lényegében egy gyűjtő. Begyűjti nekem, amit én nem veszek fel. Bár csak, mondjuk csak arany, mert azt például nem. Aranyra van szakosodva. Mással nem foglalkozik. Várjuk már. Először ezt kell. Keep your distance from him. This burden is mine to bear. Bart. May death bring peace from your madness, Leonic. Mutatja, hogy mi volt. Traitors! Even in death, the armies of Condorus will still obey their king. Even if you will not. Igen. Uff, összeesett. Valami egyéb. Eltűnt, és akkor eltűnt ide a Skeleton Kinghez. Ezeket a kapszulákat szét kell lőni. Termelik a csontvázakat. Yeah.
elment végig tud a csontvált. Folyamatosan látod, szedi fel az aranyat, tök jó. Nem kell értem mennem külön, hanem ő összeszedi nekem. Hát én inkább úgy... Úgy mondanám, hogy egy gyűjtő. Ez még volt? Úgy nézett, mint egy puska. Ő egy aranybegyűjtő. Aranybegyűjtő. Nem is, szkenner vagy más játékokban talán szkennereként vannak, hogy bepász, csak azok nem csak az aranyat, hanem mindent begyűjtenek. Hát ez egy arany specialista. Semmi másra nem utazik, csak az aranyra. Jó tudsz. Biztos, hogy nem hagyjuk el aranyat. Minden arany hozzám kerül a megfelelő helyére. Ennek az a képessége nem tetszik. Ez a lézersugár. Ott már össze is szedte nekem az aranyat. És nem szeretek semmit ott hagyni. Mert ugye van, hogy jó cuccot is ott hagyhat. Viszont arra kell mennem, tehát akkor ide látogatok be. És kezd ajtót. Mindent szépen összeszedünk. Hagyjuk őket életbe, aztán megnézzük ott a kapu mögött, mi van. Surrendered to madness. Na jöhet a szuper mágikus alakzat. Thank you.
yet. Ebben is vannak fokozatok. Tudod, én már ugye a master fokozatban járok. Tehát nem a sima hard vagy normál vagy hard, hanem a master. Én már a hardot kijátszottam, eleve hardba kezdtem, mivel ugye én már tudtam vele játszani, ugye Diablo 1-2. De azt kijátszottam, és utána meg elkezdtem. Ugye ha kijátszod, egyre magasabb szinteken tudsz játszani. És most ugye nekem a master volt elérhető, és jöttem a masterre. Critical hit damage. Na, ez is adott jó cuccost. Crater. De rég jártam itt. It was you that fell from me. Then who? I should bring you. Itt vagyok, most ide kell jönnöm. I have traveled far, only to find that the fallen star was a man. Who is he? Why has he come? He recalls nothing, but Cain may have the answers. Don't take that Templar with you. This is what fell. No, you're... Bam. Tell me everything. It is, of course. The Goatman. Ezt is már hogy felfejlesztettem, és még lehet. Most van megint, felfejlesztek rajta. Ilyen durva fejlesztéseket lehet rajta csinálni. Egyet fejlesztek. De mindjárt többet csak eladok pár cuccot. Ugye nem kell. Elvárjunk, hogy neki nem tudok eladni. De egy fejlesztek rajta még egyet. De jól néz már ki. Elég komoly. Eddig nem nagyon fejleszgettem, de most van egy csomó goldom, aztán fejlesztem. Egyébként most így néz ki a hősöm. Itt van a kis csizmája, nadrágja, öve, kalapács kezében, kis pec, a kis házi kedvenc. Ja, egy Starcraftos hajó. És itt van, hogy master fokozatban vagyok. Was once one shall become four. És meg nem kell, hogy eladásra kerüljön.
I've got some brand new goods you might be interested in. Sebződésem mennyi. Hát én nem kell javítani cuccost. Most viszont arra kell mennem. As the shepherd. Drop me into the portal is go to field history. Megyünk gyalog, megnézzük, hogy I have some new. My goods are without equal. I've collected them from all. Did you see that strange? Ha egyébként közben megmutatom, ezt is tudom ugye fejleszteni. Ők is. Rá is nyomunk egy fejlesztést. Itt volt a wardrobe-ba. Itt van, hogy pets. És akkor itt van. És ugye betettem. Semmi. Van két külön most már. Ugye ezt az ászlót beraktam. Őt is tudom fejleszteni. Fejlesztjük. És még ő nincs sokba. Fejlesztjük a várost. Sure, I may do business with some unsavory types, but I pass the savings. Na jó. Megyek teleporta. Gyorsabb lesz. If there's a sword here, we will find it. Meg kell keresnem. Na, megkeressük. Ez nagy terület, és itt már annyira nem jó ez a képesség, így visszaváltunk hidrára. You dare attack me? Fák is rá támadnak. Ugye az entek jönnek rá, ott egy látatpont. Ezért érdemes az egész pályát felfedezni. Körbejárni minden egyes kis zugot. Bárhol lehet egy ilyen kis látik.
If only they could see me now. Fel kell pusztítani, mert ugye folyamatosan nyomja kifele magából ezeket a repülő kis dögöket. He hasn't been dead long. Whatever killed him must be near. How does that feel? Meg a következő szint is. If only they could see me now. Okay, sok a következő szinthez. That for you.
Piece of the sword I'm looking for must be in this cave. Kázdradenre be kell majd menni. Környéket kicsit biztonságosabbra tesszük. I'm unstoppable! Bár igazából kijövök úgyis tele lesz mindig. Enemivel. We must hurry with the ritual. Magda will be here soon. It is time. This glows with the stranger's magic. Yeah. Who are you to take what is mine? Yours? I believe you are mistaken. Regardless, I have claimed it. To hell with there. You will never possess the next piece. It has fallen where only the ancients may. Back to cave. Hello, Dominic, jó pihenést! Neked is szép estét, meg jó pihenést! Én is már megyek, mert most már dolgom van. Majd holnap jövök Arkkal, vagy még esetleg késő este. Majd
folytatjuk legközelebb a... valamikor majd megint elővesszük a Diablo 3-at. Szeretem is annak eljön, nem játszok vele sokat, mert ugye van más egyéb is, amit inkább szeretek. I am returning to town. Bázisra. És akkor majd. We are not the only I have. Nem fogom folytatni. Egy fejlesztést. Aha. Unique crafting materiál. Ezt kell fejlesztenem. Tudjon tovább fejleszteni. I have some new items that I'm certain you will love. Ez még ezen szerintem trókul ugyanérkül is. Craft. Ez még jó. De majd a cserél. Tehát még ezen mindig tud fejleszteni, de most 50 000-et nem fogok kiadni. 1 000 000 körül szeretem tartani a goldomat. Viszont olcsó volt erre, hogy veszek egyet. The attacks may be slowing down, but this town is done. And you know. Magda. That makes sense. The Nephilim were ancient humans with fantastic powers. Legend holds that they waged a terrible battle near the temple, and that their ghosts still war with one another. This cherry, huh? Volt az erősebb. Ez volt igen. Adjuk, amire nincs szükségünk. Már nem kér el itt. Ezt lecseréljük. Ez jó. Nem berakjuk, lecseréljük. Találjuk innen, nem kellene. Akár ide felszerelést. Helyet venni 100 000-ért.
egy másik helyet is. Majd eladjuk, ha úgy lesz. Menni kell pihenni. Jó pihenés neked akkor, Szeva. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a sok lájkot. Tartsatok velem máskor is, majd holnapi nap jövök Árkkal. Meg lehet, hogy ma vagy hajnali egyfele, még esetleg valamivel, de ami biztos a holnapi Árk, addig is jók legyetek, sziasztok!